A RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat, az önkormányzat és a kábítószerügyi egyeztető fórum immáron harmadik alkalommal ültetett fát a szociális munkanapja alkalmából Szekszárdon. Szociális munkanapja november 12-én ünnepeljük, és úgy voltunk vele mi szociális szakemberek, illetve hát a kábítószerügyi egyeztető fórum, hogy egy olyan megemlékezést szeretnénk, ami egy picit más, mint a szociális munka. És arra gondoltunk, hogy valami maradandót szeretnénk, hát nem mondom, hogy alkotni, de hogyha elültetünk egy fát, akkor talán valamiféle maradandó emléket állítunk ennek a napnak, és egyáltalán annak a szakmának, aminek hát a társadalom számára kevésbé megfogható. Talán nincs akkora, hát hogy is mondjam, tárgyasult formája, tehát nem építünk valamit, hanem csendben dolgozunk a háttérben, sokszor más szakmákhoz kapcsolódóan. Ezúttal egy díszkörte csemete kapott helyet a Balassa János kórház főbejárata előtti téren. Először tölgyfát választottunk, aztán az sajnos elpusztult, de hogy úgy voltunk vele, hogy először valami nagyon hosszú időt tart, amíg élő fát, több évtizedig, akár 100 évig is élő fát, aztán rájöttünk, hogy nincs jelentősége, hogy nem az a fontos, hogy milyen fát választunk, hanem egyáltalán emlékezzünk meg az itt és mostban, hiszen 100 év múlva senki nem fogja tudni, vagy 50 év múlva, vagy 10 év múlva se, hogy kiküldették a fát. És valóban azt gondolom, hogy nem ez a fontos. Hanem az, hogy ahogy itt vagyunk, összejövünk, egy picit álljunk meg egy pillanatra a napi robotban. Egy kicsit emlékezzünk, egy kicsit újra töltődjünk, örüljünk egymásnak. És talán ez a fontos, és az, hogy milyen fát állítunk, az már talán most már másodlagos. A megyei kórházban is fontos szerepet töltenek be a szociális munkások. A kórházban több szociális munkás is dolgozik. 3 fő munkatársam úgymond központi szociális munkás szolgálatban tevékenykedik, a kórház teljes területén végzik a munkájukat, és jó néhány munkatársam, illetve szociális segítő szakember dolgozik, elsősorban a pszichiátriai osztályon. Ahogyan említettem is, nagyon sokat segítenek a betegek szociális ügyeinek az intézésében, a hozzátartozókat segítik, támogatják abban, hogy felkészítsék a beteget a hazabocsájtásra, illetve az ő fogadására. Az osztályokon beszélgetnek, törődnek a betegeinkkel, pszichésen támogatják őket. A Tolna megyei Balassa János kórházban 1994 óta dolgoznak szociális munkások.